Közel 5 millió forint kártérítéshez juthat az Olasz Liszkán 2006-ban agyonvert Szögi Lajos családja. Az egyik elkövetőnek ugyanis ekkora összeget ítélt meg a bíróság rossz börtönkörülmények miatt, ezt kaphatja meg az áldozat családja. A témával kapcsolatban stúdiónk vendége dr. Helmeci László ügyvéd, köszöntöm a stúdióban. Üdvözlöm én is. Ez így helytálló volt az a pár gondolat, amit most felolvastam. Hát azért így, a hír így felkonferálva már egyszer. De itt azért egy kicsit vissza kell lapozni a közelmúlt történetben, ugyanis 2006-ban ugye brutális kegyetlenséggel október 15-én nem az a 8 elítélt gyilkolta meg, rúgdosta verte halálra tanárulat, szögi tanárulat, hanem még legalább 15-20 ember, akiknek a kilétét nem lehetett tisztázni. Minden esetre 8 személy az, akit elítéltek, ebből 3 életfogyt, aztán különböző, legkevesebb 10 év volt a fiatalkoroknak a büntetése. Na most a magyar jogban nem automatizmus az, hogy megítélnek a kártérítést. Én a büntetőben is én képviseltem a sértett családját, ismertem ugye a szögi tanár urat még életében, és amikor a büntetőben megállapították, hogy kik azok, akik a bíróság szerint is büntetőjogi értelemben felelnek azért a halálesetért, azt követően pert indítottam, a 3 árva gyerek, az özvegy, a Lajos szülei, a édesanyja, édesapja, meg akkor még élt a nagymama képviseletében, mert a szüleinek egy szem gyereke volt, a nagymamának meg egy szem unokája. És hát ugye a 3 kiskorú gyerek maradt, még azt hiszem, hogy Zsuzsi is, a legnagyobb lány is, még főiskolás vagy egyetemista volt, de még nem volt 18 éves. Na most hát a kicsi lány Zsófi pedig még 4 év körüli volt, Mesike pedig akkor ment első gimnáziumba. Pert indítottunk, és a nyíregyházi törvényszék ítélete jogerős lett olyan 2010-ben, mert ugye a büntető elhúzódott, jogerős lett olyan 2010-ben, és összesen, most nem kezdem el személyenként, mert legtöbbet egyébként Zsófi kapott a bíróságtól, hiszen ő 4 éves korában veszítette el az édesapját emiatt a kegyetlen emberek miatt, és de össze-vissza a család 48 millió forint körüli kártérítést kapott. És se automatizmus, hogy itt végtelen rendes, tisztességes gyilkosok vannak, ahogy megkapták az ítéletet, rohannak a bankba, és már utalják is át a pénzt, egy frászt. Még ha lenne, és eltakarítják a nevükről általában a vagyont, az ilyen jó madarak. De itt nem is ilyen volt, mert leterhelt ingatlanok, mit tudom én, értéktelen ingóságok, amit ilyenkor, ugye a jogerős ítéletet, ha nem teljesíti az adós, akkor meg kell kérni a végrehajtást. Ez egy elég sziszifuszi munka, mert végrehajtási lapokat kell kiállítani, ugye 8 elkövető volt, a sértettek is többen vannak, tehát sok adminisztrációval járó munka, de hát ugye, ha már vesz az ember a fáradtságot, tényleg a családnak valahogy segítsen, akkor ez bevállalja. Kiállítottuk a végrehajtási lapokat, ezt a bíróság záradékolta, és megkezdődött úgymond a végrehajtás. Egy sántorölőhelyi végrehajtóhoz kerül ez, mert ugye Olasz Liszka nem a mi megyénkben van, a sértett itt van, de elítéltek a másik megyébe. És hát ilyenkor ugye azt kéri az ember a végrehajtást, amikor kéri, hogy az adósnak minden ingó és ingatlan vagyonára, követelésére, mindenre terjedjen a végrehajtás, rabkeresményére, ami fellehető. Ugyanis az ítélet nem tesz különbséget, hogy honnan, miből, ami létező vagyonon, azzal felel. Na de, ugye a magyar viszonyok ebből a szempontból is eléggé furcsák, számtalanszor már parlamenti szinten is próbáltam kezdeményezni azt, hogy bizonyos törvényváltoztatásra lenne szükség, ugyanis a bűnügyi költség, ami jár a nyomozás költségével, a igazságügyi szakértő,
a költségeivel, DNS vizsgálatok költségeivel, és még sorolhatnám, kirendelt védőnek a díja. Ezek a bűnügyi költségeket megelőlegezi az állam, hogy megy a büntetőeljárás a gyilkosok ellen, és azt követően megpróbálja behajtani az állam is, ugyanígy, mint én a sértetteknek a kártérítés összeget, amit helyettük kifizetett azért, hogy lefolytassák az eljárást. De ez a bűnügyi költség megelőzi a sértetteknek a kárigényét. Na most orosz iszkáról beszélünk, de országosan ismert ügyet fogok megemlíteni. Én képviselem a kézilabdázó, Petrek kézilabdázó családját, a Marian Kozmának a Petre Kozmáikat. Ott például, ott még volt is vagyon, amit a gyilkosoktól el lehetett foglalni, nem is kevés. De ott például 80 millió volt a bűnügyi költség, ami megelőzi a Kozmáiknak megítélt kártérítést. Tehát mire ezt az állam leveszi, akkor a sértetnek szinte semmi nem marad. Most itt is volt bűnügyi költség is. Minden esetre 2010 után megkértem a végrehajtást a család nevébe, és az történt, hogy a végrehajtó nem tud behajtani semmit. Tehát semmit, egy forint. Ugye ma, lehet, hogy furcsa hangzik, de gyakorlatilag nem lehet kötelezni az elítéltet arra, hogy dolgozzon rabként. Most itt is ugye józan észre végig gondolva. Ugye létezik olyan kedvezmény a büntetés végrehajtási jogban, hogyha valaki a börtönben jól viselkedik, a fegyházfokozat esetén ugye 1/5 el lehet engedni, 5 évből 1 év, ugye, amelyik tartunk, a börtönfokozatnál, ami enyhébb fokozat, ott 1/4, és fokházfokozatnál 1/3. Ez attól függ, hogy a börtönben normálisan viselkedik, nincs fenyítve, esetleg dicséretet kap, stb. A jelenlegi jogi szabályozás nem tér ki arra, hogy mi van akkor, hogyha, mint itt a Horváth Dezső esetében, mindig Kár Dezsőznek, tehát Horváth Dezső gyilkos, nevezzük a nevén a gyereket. A Horváth Dezső esetében, ahol az egyik legbrutálisabb kegyetlenséggel gyilkolt ez a pali, mert ő indítja el a verését, meg a rúgdosását szegélyesnek. Ez lehet, hogy jó viselkedik a börtön, még nem sokára előterjesztik, hogy a BV bíró felé, hogy jó magatartása miatt ugyan engedjük már el 1/5 a fegyház büntetésének. De az figyelmen kívül marad, jog nem szabályozza, hogy nem tesz meg mindent, hogy a kárát enyhítse a sértetnek, hanem megpróbálja megakadályozni, hogy kifizessék. Mert azért ezt behívni, mert hetek óta attól hangos a sajtó, hogy hozzájuthat Horváth Dezső a rossz börtönkörülmények miatti összeghez, mert elévült a követelés, mert ezért azért nem lehet behajtani. Engedelmet kérek, úgy tetszik tudni. Úgy azért az jut eszembe, Aranyos, hogy ennek a gyilkosnak, ha valamit nevelt volna, valami sziklányit is a börtön rajta, úgy tűnik, hogy olyan sokat nem ilyen nevelt rajta. Nem azt kellene mondani, hogy ezt a pénzt tessenek el utána sértett családjának? Hiszen azt vettem el tőle a 3 gyerektől, amit senki sem fog pótolni, az apját, a szülőktől a gyereket, a nagymamától az unokát. És ez a pénz ezek nem minden, fog hozzájuk kerülni? Nem tetszik tudni, azért, hogy mondjam, egy kicsit korábban ébredjenek fel, hogy megvezessenek engem ilyen ügyekbe azért. Itt én ebben az elmúlt 4 évtizedben már igyekeztem kiállni ezt az iskolát. Nekem azért súgnak újságírók, kifejezetten az egyik jobboldali televíziónak a bűnügyi műsorának a főszerkesztője szólt nekem, hogy ügyvédül, figyelj csak, azt hallottam, hogy kártérítést kér a börtönbe Hádezső úr, és úgy néz ki, hogy kapni is fog. Micsoda? Kapni fog? Jó, azonnal írtam a végrehajtónak egy levelet, hogy tisztelt végrehajtó úr, e-mailbe ajánlva tértévevényen minden léte földön, vizen, levegőbe, betámadtam a végrehajtót, hogy most azonnal tessék szíves lenni lefoglalni a Horváth Dezső követelését. Ha Horváth Dezsőnek megítélik azt, hogy rosszak a börtönkörülmények, az azt jelenti, X összeget a törvényszék, az azt jelenti, hogy Horváth Dezsőnek követelése keletkezik ugye a magyar állammal szembe. Na most ezt a követelést is le lehet foglalni, mert nekünk meg követelésünk van 48 millió plusz 2 adtójáró kamata,
ami körülbelül 60 millió forint vele szembe. Hát tessék szívesen végre rajtól lefoglalni, és ezt a pénzt nem Dezső úrnak eljutatna a börtönbe, hanem a családnak. Na most, ha én itt időben nem jelzek, meg nem jelez önnek egy nagyon normális kollégáhez, a nem akarok itt egyik sajtóorgánumnak sengyel reklámot csinálni, de tényleg annak köszönhetem, hogy ő sugott, mert honnan tudtam volna, hogy a börtönben ez mit igényel, meg mit nem. Mert hogyha ő ezt megkapta volna, és nem foglaltatom le a követelést, ezt ő kiküldi a börtönből, a börtönszámláján megjelenik, kiküldi a rokonának, testvérnek, akárkinek, arra mi hideg vizet ihatunk, abból egy fillért a Szögi család nem kapott volna meg. Most aztán prüszkölnek ott ügyvédestől, mindenestől ott szegedi ügyvéd kollega írká itt a leveleit, hogy mi évültem, meg mi nem. A legjobb tudomásom szerint már azért a végrehajtó számláján van a lóvé, nem a Horváth Dezsőjén, és azt várom, hogy mikor kapja meg a család, mert nem évült el, él a követelés, jár a Szögi családnak ez az összeg. Egyébként mondhatnánk azt, hogy volt 8 gyilkos. Miért Horváth Dezsőn követelem? Azért követelem, mert neki van pénze. De az ítélet szerint én azt kértem a bíróságtól, hogy egyetemlegesen kötelezze a 8 gyilkost. Ez azt jelenti, a nézőkedvéért mondom el. Szándékegységben közösen gyilkoltak. Hogy kinek mi a szerepe, az kitűnik az életfogyban, meg a 10 évben a különbségek. De ha közösen okoznak kárt, akkor egyetemleges felelősség azt jelenti, ha megállapítja a bíróság, hogy bármelyiktől kérhetem az összest, akitől be tudom hajtani. Ezt majd egymás között osztozkodjatok, hogy ki volt mennyire a felelős. Tehát ebből a szempontból maga a jogszabály is védi tulajdonképpen a károsultat. Úgyhogy egyetemlegesen olyan kamatokkal együtt már, hogy 60 millióval tartoznak, és ebben nincs benne perköltség, meg végrehajtás, nem tudom milyen költség. Úgyhogy most kíváncsian várom, hogy meddig hajtanak még szórakozni, hogy mikor kapják már meg a család. Ugye a család egymás között hogyan osztja meg, azon ne gondolkozzon senki, mert ez egy példaérték, hogy hogyan élt ez a család együtt, még ezt a borzasztó tragédiát el nem szenvedte. Egyébként csak megjegyzem, hogy kiváló eredménnyel elvégezte a időközben az a kislány az egyetemet, aki végignézte, hogy rúgják halálra, meg lincselik halálra az édesapja az orvosi egyetemet, jelenleg kardiológusként dolgozik már, gyakorló orvosként Budapesten. Ez egy igen hosszú ügy lett az ön életében is. Hát, és a jövőben a család számíthat-e esetleg arra, hogy máshonnan is jön még ilyen kártérítési összeg? Tessék ide figyelni, én magam mondom. Én kijöttem nagyon-nagyon súlyos közlekedési balesetből, utasként szenvedtem el. Túl vagyok egy szívműtéten, komoly szívműtéten, majdnem 3-4 óráig állt a szívem, hiszen átidalt a kereket. Túl vagyok, hála Istennek, lekopogjam egy rákos daganaton is, és én azt gondolom, hogy talán a sors, vagy a jóisten, vagy nem tudom kinek köszönhetem, hogy itt tudok önnel szembe, és szerintem ma is dolgozok annyit, mint 2-35 éves kollégám együttvéve. Én nekem nagyon sok ilyen ügyem van, ahol abszolút ingyen. Higgy el nekem, hogy én még egy úti költséget nem számoltam el 2006 óta a Szögi családnak. Soha semmit. De azt is elmondhatom, hogy az összefogással, az áldozatok megsegítéséért alapítványt, amit létrehoztam a tragédia óta, ilyet követően, abba Csányi Sándor úr szokott időnként besegíteni, de azt nem soros alapítványból, nem külföldről, nem belföldről, a saját pénzemből támogatom, és havi rendszerességgel meghatározott ideig minden hónapban kap a Szögi család a gyerekek a tanuláshoz 30 ezeret, meg a család másik 30 ezeret. Nem nagy pénz, 60 ezer forint. Ez egy évben, mit tudom én, 700 ezer forint. De eltelt közül 11 néhány év, lehet szorozgatni. Miközben állami segítséget nem kapnak. Behajtani a gyilkosoktól nem tudunk. Még ez az alapítvány adott, küldött karácsonyra, a közelmúltban is, a Kozma családjának is. Tehát baj van az áldozatvédelmi törvénye Magyarországon,
Egyszer miniszterelnök úrnak már írtam egy nyílt levelet, az volt a címe, a Népszabadság hozta le egy szombati számba, hogy az áldozatok öröksége. Hogy valamit ezzel kezdeni kell. Leírtam a romi gyilkosságok áldozatait, Szögi családot, Marian Kozmáikat, akkor született egy kormányhatározat. És a romi gyilkosságok áldozatai ezen nyílt levelet követően kaptak egészen komoly pénzt, 100 milliós nagyságú körüli összeget. De ezt a másik két ügyet nem sikerült megoldani. Én szerintem nem véletlenül kapja fel a közvélemény aranyos a fejét egy ilyen ügybe. Hát az emberek alapvetően jó szándékúak. De ne haragudjon a világ. Egészen brutális kegyetlenséggel halálra lincselünk egy biológia tanárt, egy galamblelkű, tisztességes pedagógust, akinek 3 kiskorú gyermeke van. Panaszkodunk egy kicsit, hogy sok a poloska a börtönben, meg 12-en vagyunk, az csak 80 lehetnénk az árkába. Egyébként meg a gyilkolásért kerültem oda, és köszönöm szépen, távozok néhány millióval. Eszem ágában nem jutna az, hogy talán ki kéne fizetni, amire ítél. Nem veszi semmibe a polgári peresítéletet. Ezekre az urakra csak a büntetőítélet hat, az is csak azért, mert állami kényszerre végre lehet hajtani. Ez itt a börtön, ez meg itt a rácsos ajtó. Ilyen egyszerű. Na most hát én azt gondolom, hogy ebbe az ügybe az emberek igazságérzetét is, a sajtó nem véletlenül érdeklődik, az ember nincs, aki itt Horváth Dezsőnek szurkolna. Annak szurkol, hogy igenis kapják meg, szögjék ezt a pénzt. 2 idős beteg nyugdíjas, aki nem győzi gyógyszerre költeni a pénzt. A legidős nagylánya, már férné van, kisgyerekek vannak, gyakorló orvos, mesik el, kicsi lány, ő most érettségizik, most megy tovább tanulni. Van hova tenni. Nem ennyit veszített ez a család, a sokszorosát. Olyat veszített el, amit nem lehet pótolni. Az ember élettől aranyos nincsen drágább. Én ezekben a dolgokban szívesen segítek, mert valahol a sors vagy a Jóisten visszafizeti. Ügyvédő, nagyon szépen köszönjük, hogy bejött a stúdióba. És természetesen, amikor jut előrébb az ügy, akkor újra beszélgetünk majd. Köszönöm szépen.